Mondd, szegény rab, mondd, ki kötözött meg téged, s ki rakta rád ezt a láncot, amely éget? Uram Isten volt, felel a rab menten, aki megkötözött, s láncra fűzött engem. Már-már azt hittem, hogy az egész világon nincsen hatalomban s gazdagságban párom. Kincses kamrámban kincset kincse raktam, s annak, aki volt az úrnak, mit sem adtam. És mikor álom jött rám, oly ágyban aludtam, melyről, hogy az úr és nem az enyém tudtam. És mikor felébredtem, végre úgy találtam, hogy rab vagyok a magam kincses kamrájában. Mondd, szegény rab, ez a lánc, mely el van nyűve, s mégis törhetetlen. Kinek keze műve? Beismerem. Szól a rab, hogy magam voltam, aki nagy buzgón a láncot kovácsoltam. Azt hittem, hatalmam győzhetetlen karja védi szabadságom, hogy mi se zavarja. Ígyképp dolgoztam a láncon, nappal, éjjel, nagy kovács tüzekkel, sok pörőütéssel, és mikor elkészült, és már egy szeme sem hiányzott, és törhetetlennek láttam már a láncot, akkor vettem észre. Rémülten, riadtan, hogy a szörnyű láncot önmagamra raktam.